Akkor szeretném tudni, ez milyen betű, ez a G és ez a G. Nagyon ügyesen kattok. Így tanítja Judit néni a G és a G betű helyes használatát a Radó István Általános és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény logopédiai osztályában. A tanterem végében pedig az apácain tanuló gyógypedagógus hallgatók ülnek. A másodévesek a Logopédia Európai Napja alkalmából látogattak el az iskolába, hogy az elméleti anyaghoz gyakorlatot is tudjanak kötni. Nyilvánvaló a karon elsősorban elméleti jellegű órákat hallgatnak, és szükséges, hogy a gyakorlatot hozzá tudják kötni az elmélethez. Úgyhogy a mai napon egy logopédiai osztályban fognak foglalkozást megtekinteni, és aktívan, nagyon dinamikusan folyik az ő gyógypedagógussá és logopédussá nevelésük. Az általános iskolások jól láthatóan élvezik a tanulást, és nagyon ügyesek is. Az intézményben pedig immár harmadik éve működik az a logopédiai osztály, amit épértelmű gyermekek részére hoztak létre. Egyre jobban előforduló és egyre több problémát okoz a gyermekeknél a beszéd észlelés és a beszéd megértés zavara. Erre a problémára a mi logopédusaink is érzékenyen reagáltak, és kidolgoztak erre egy terápiát, amelyet prevenciós jelleggel már óvodáskorú gyerekeknek is bevezetünk. És hát természetesen, hogyha ezt tapasztaljuk iskolás gyerekeknél is, akkor a terápia rájuk is vonatkozik. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a gyerekeknek nem tesz jót korunk hihetetlen képi információ áramlása. Ugyanis a képzelő erejük és a kreativitásuk sem tud fejlődni, ha egyfolytában a számítógép előtt ülnek. Ezen például az is segíthet, ha az esti mesét fejből mondják, vagy mesekönyvből olvassák nekik.